A vendégünk tehát Nyitrai Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációs államtitkára. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok, tisztelettel köszönöm a tévénézőket! A spanyolok azt mondják, mármint ha ugye most a soros elnökök, hogy ő szerintük legyen alanyi jog az internet elérés. A magyar kormánynak mi a célja? Sőt, ugye vannak olyan országok, ahol ez már gyakorlatilag a szabályozás szintjén, tehát törvényszabályozás szintjén meg is valósult, ahol kimondták hivatalosan azt, hogy az internet az legyen alanyi jogon elérhető. Ugye jelen pillanatban mi a helyzet Magyarországon? Annyira nem túl fényes sajnos ezen a területen, mint ahogy ebben a kis rövid összeállításban vagy felvezetőben is láthattuk. Jelen pillanatban 4 millió olyan honfitársunk van itt Magyarországon, aki napi szinten nem fér hozzá a világháló nyújtotta lehetőségekkel. Ezen mindenképpen változtatni kell. Azonban ehhez szükséges egy infokommunikációs stratégia. Ennek az elkészítése, a kormányzat részéről előkészítése igazából az elkezdődött. Természetesen itt párbeszédre fogjuk majd hívni különböző érdekképviseleti szervezeteket, civil szervezeteket. Mi ugye ellenzékben folyamatosan kritizáltuk, sőt én személy szerint is kritizáltam az előző kormányt, hogy miért nincs egy kiszámítható infokommunikációs stratégia, hogy minden szereplő láthassa világosan, hogy ezen a területen mik a kormánynak a célkitűzései, és ahhoz tudjanak igazodni. Most egyértelműen lesz ilyen, sőt azt is kritizáltam, amikor az előző kormányzat a ciklus legvégén hirdette meg, hogy hát most alkot természetesen közpénzből egy infokommunikációs stratégiát, mert azt mondtuk, hogy ez nincs így rendjén, mert a stratégiáknak hát főszabály szerint praktikus esetben ciklus elején kell megszületnie. Mint hogyha ilyen pici gunyoros mosolya mond, hogy közpénzből, hát önök is közpénzből alkotják a stratégiát. Hát jelen pillanatban szakértőink dolgoznak ezen a stratégián, és természetesen ebbe bevonunk mindenkit. A közpénzek felhasználása az egyébként nagyon fontos kérdés ezen a területen, mert hogy most készítünk egy fehér könyvet, vagy hogy stílszerűek egy fehér PDF-et, tehát nem fogjuk kinyomtatni ez drága pénzzel. Mert megnézzük, hogy az előző infokommunikációs kormányzatnak milyen felelőtlen döntései voltak pénzügyi területen, technológiai területen és az elszalasztott lehetőségek területén. Csak felelőtlen döntéseik voltak? Nem csak felelőtlen döntéseik voltak. Az én alapállásom vagy alapfilozófiám az az, hogy azért, mert mondjuk egy előző kormányzatnak volt valamilyen döntése, terve, intézkedése, és ez egy jó dolog volt, azt akkor tovább kell vinni. Tehát, akkor megnézhetjük ezt? Mi az, amit tovább vinnének, és mi az, amit mindenképpen változtatnak? Utolsó időszakban kezdett megvalósulni az az előző kormányzatnál, hogy valamilyen fajta egységes informatikai kormányzat kialakul. A felvezetőből is kiderült, hogy sokszor fejetlenség volt ez a területen, nem lehetett pontosan tudni, hogy ki foglalkozik informatikában. Most egy világos egységesítés valósult meg, ez egy jó dolog, ezt tovább fogjuk vinni. Ami pedig mindenképpen változtatni kell, le kell zárni egy korszakot, ez a felelőtlenség, az előbb említettem, nem tudom mennyi a műsoridónk, ezt hosszasan lehetne sorolni, mi nem volt jó az elmúlt időszakban. De ezt elolvassuk a PDF-ben. Így van, igen, mi nem is akarunk nagyon hosszasan foglalkozni a múlttal, közzé akarjuk tenni, hogy mi volt ezen a területen, le akarjuk zárni ezt a korszakot, és a jövővel kívánunk majd igazából foglalkozni. Most tehát szeptember közepére várható egy infokommunikációs stratégia, ami akciótervet is tartalmaz mérföldköveket, de természetesen alkalmas lesz arra, hogy a világ változásaira rugalmasan tudjon reagálni, hogy ezen a területen főleg vannak akár napi szinten változások, tehát ez várható, és ehhez én várom mindenkinek a segítségét, a szakértők segítségét, a civilek segítségét, és egyébként az ellenzéki pártoknak is segítségét, mert szeretném elérni azt, hogy az infokommunikáció kérdésköre az egy nemzeti ügy legyen, ahol létrejön egy nemzeti konszenzus, ugye, és definiálnám is az infokommunikációt, ugye ez informatika, hírközlés és média. Ezt a hármas egységet jelenti az infokommunikáció. Elsősorban hozzáférés ügyében készül ez a stratégia, hozzáférés érdekében, ahogy mondja a maradék 4 millió, tehát aki egyelőre nem fér hozzá, az is hozzáférjen, vagy tartalomszolgáltatás szempontjából készül a stratégia. A 4 millió, aki jelen pillanatban nem fér hozzá, és akik hozzáférnek, ott is fel kell tenni a kérdést, hogy milyen minőségben, milyen szélessáv tudnak hozzáférni az internet adta lehetőségekhez. Természetesen, és nagyon örülök, hogy ezt megkérdezte, a tartalom kérdése az olyan, amivel hát kevésbé szoktunk foglalkozni, és ezen is változtatni kell. Mert én azt gondolom, hogy szükség van jó magyar fejlesztésekre, jó magyar tartalmakra az interneten, amit honfitársaink tudnak használni, de egyébként, amit ugye a világháló az a szabadságnak a terepe, amit akár az egész világban tudunk hasznosítani, hiszen a magyar informatikai tudás azért messzeföldön híres, Nagy-Majd János országában élünk, hogy más nem mondjak, tehát minden innen indult, vagy itt kezdődött el, és én szeretném, ez egyik célkitűzésem, hogy újra az országhatárokon kívül is ezt a magyar informatikai leleményt, ezt megmutassuk. Együtt működik-e a médiaalkotmány, médiacsomag benyújtóival olyan szempontból, hogy az internet tartalmi
szabályozását, esetleges szabályozását, egyeztetik-e ennek az elméletét, elvét, filozófiáját? A média törvény javaslat, ami jelen pillanatban ugye az országgyűlési képviselők asztalán fekszik, az nem kormány előterjesztés, hanem egyéni képviselőindítvány. Természetesen egyeztettem az előterjesztőkkel, és hát a bizottsági üléseken magam a kormány képviseletében részt vettem, és elmondtam a tárca, illetve a kormány álláspontját különböző módosító javaslatokkal kapcsolatban. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy én személy szerint kormánytagként, infokommunikációs államtitkárként az internetet a szabadság világának, a szabadság terepének tartom, ahol nagyon meg kell fontolni, hogy milyen elvek alapján korlátozunk bármit is. Természetesen létezhetnek ilyen kategóriák. Ez egyébként egy eléggé forró téma világszerte, hogy az internet ilyen típusú szabályozása az hogyan alakuljon. Szerintem mindenképpen meg kell hallgatni, meg kell vizsgálni a nemzetközi példákat, meg kell nézni, hogy az Európai Uniónak milyen mondásai vannak ezen a területen, és hát egy nyugodt, higgadt és bölcs döntést vagy szabályozást kell hozni a tekintetben. Akkor ez azt jelenti, hogy az ön keze is, vagy az ön véleménye is benne van abban, hogy ezt a tervezetet visszavonták, vagy legalábbis a vitát meghosszabbították és a döntést elhalasztották őszintén? Én azt látom, hogy az előterjesztők részéről volt egy nyitottság a tekintetben, hogy ami esetleges kritika vagy élesebb vélemény megfogalmazódott a törvénytervezettel kapcsolatban, azt szerintem korrekt módon figyelembe vették, és vagy bizottsági módosító, vagy egyéb módosító formájában ezt beépítették, úgyhogy ez is azt mutatja, hogy mindig érdemes véleményt mondani egy bizottsági ülésen, a parlamentben, vagy akár parlamenten kívül, mert az, hogyha jó javaslat, akkor meghallgatásra találhat. Utolsó kérdésem, visszatérve az infokommunikációs stratégiára, milyen jelek fognak érkezni, milyen jeleket fogunk látni, amiből azt tapasztaljuk, ha tapasztaljuk, hogy jól működik és a stratégia megvalósul? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb ezen a területen az, hogy mivel szolgáltató államról beszélünk, hogy a különböző tehát a kormányzat járjon élen, mutasson példát ezeknek a technikáknak a használatában, és a legfontosabbnak a felhasználó barátságot, az egyszerűséget és a kiszámíthatóságot tartom. Szerintem ekkor érünk el sikert, hogyha ez megvalósul, és például egy adóbevallási időszakban az APEC-nek a különböző nyomtatványai nem 8 kattintással érhetők el, hanem... Hát a sor alátétet azt végül is egy kattintással is ki lehet tölteni. Hanem jóval hamarabb hozzá lehet mutni. Államtitkár úr, köszönöm, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm.